Mi az a gravitáció? Egy láthatatlan erő, ami a föld felé húzza a tárgyakat. Mutatom, a répa, ha felragasztom a mennyezetre, fennmarad. De ha nem ragasztom fel, leesik. Ezért van rajtunk sísák. Mindenkinél van ragasztó? Igen. Na, nahogy. Ha? Nem is tudom. Nálad nincs? Tessék, hoztam neked. Köszönöm, Lola. Építsük meg azt a stúdiót! Elengedem a területet. Tessék az építőanyag! Használjátok jó sok ragasztót, hogy az épület fent maradjon. Szép munka, csapat! Keti stúdiója el is készült. Úgy tűnik, a gravitáció könnyen kicserezhető. Én tehát tartottam tőle, hogy ez lesz. Ezt a kört meggyertett gravitáció! Készítsük el a tárolót, és mehetünk is haza. Ennyi volt, kis barátom. Ha elkészült a tároló, el kell búcsúznunk egymástól. Örökre! Ha csak nem... Dolgozzuk le ezt a kis hátrányt! K9, kapcsán! A markológében! Jújjaj nekem! Szép volt, haver! Most addig játszhatunk együtt, ameddig csak akarunk! Bizony, bizony! Ki a jó fiú? Ki a jó? Amanov! És ezzel kikéz is vagyunk? Valami nem stimmel. Nem tudok rájönni, hogy mi. Jaj, ne! Fejjel lefele építettük meg a házat! Valami hiba történhetett, amikor a hódok játszottak a tablettel. Nehéz lesz fejjel lefelé aludni egy emeletes ágyban. A fejjel lefele hintázásról nem is beszélve. Én megpróbáltam. Szörnyen sajnáljuk, srácok! Úgy örültünk, hogy új barátaink vannak, hogy kicsit túlzásba vittük a mókázást. Semmi baj, mi is szeretünk mókázni. De a mókázásnak megvan a helye és az ideje, az építkezés nem erre való. Most, hogy ezt tisztáztuk, amint végeztünk a munkával, szívesen játszunk veletek. Igaz? Akkor addig jól viselkedünk. Hát itt vagytok. Várjunk, miért vagytok csupa? De hát én nem hiszek a cuki kis szememnek. Nem tudtunk ellenállni. Túl finom! Egyetlen nyalintás csak nem számít. Na jó. Végre megvagytok! Hogy szekhettétek meg Beatrix királynő egyetlen szabályát? Az én hibám. Én kóstoltam meg először a mézet. Mind tudtuk, hogy mi a szabály. Én is hibás vagyok. Én is. Szörnyűek vagytok! Oké, én is hibáztam. Meg kellett volna várnunk a munka végét az evékkel. Mert a türelem aranyat ér, a munkát is könnyebb befejezni.